Több tehetséges fiatal lépett színpadra hétvégén a Gebenc hangja 2024 énekversenyen Szekszárdon. A programot már sokadik alkalommal szervezték meg. A vetélkedő Béresné Kollár Éva elképzelése alapján valósult meg. A Gemenc hangja énekverseny az most már hosszú-hosszú évekre visszamenőleg minden évben megrendezésre kerül, és hát itt egy embernek a nevét nem is tudom megkerülni, nem is szeretném, Véres Éva nevéhez fűződik ez az egész verseny, és tulajdonképpen mondhatom azt, hogy az éneklő ifjúság és az éneklő kisgyerekek, vagy akár már a nagyobb korosztály az ő keze alatt nőtt fel itt az évek során, úgyhogy amióta az eszemet tudom, kislánykorom óta emlékszem arra, hogy Éva mindig is nagyon nagy hangsúlyt fektetett ezekre a dolgokra, és hasonlóan én hozzám a gyerekeknek a zenei nevelése, az ifjú tehetségek felfedezése, ez nagyon-nagyon fontos volt számára. A verseny nagyon szoros és izgalmakkal teli volt, voltak, akik nem csak egy, hanem többféle kategóriában is megmutatták tudásukat. Van, aki többféle kategóriában is indul, természetesen ezt akkor így honorálni is illik, úgyhogy mi nagyon nagy szeretettel és várakozással vagyunk e felé, hogy az egész nap tulajdonképpen erről fog szólni, a zenéről és a tehetséges fiatalokról. Nem csak Tolna vármegyéből jöttek el az énekelni vágyó fiatalok. Öt és fél éve éneklek körülbelül, és nagyon jó érzés egy ilyen nagy színvonalú versenyt lenni és előadni dalokat. Indulni fogok gyermek kettő kategóriában, popban, musicalben és duetben is kétszer, és körülbelül járok egy másik társulatba is, Koli Musical színpad fönn Budapesten, ott kisebb színházi darabokat szoktunk előadni, és nagyon jó moka. Nagy Anikó, Jászai Mari díjas színésznő, énekes, a zsűri elnökeként értékelte a produkciókat. Nagyon szeretek ide járni, sokat tanulok a fiataloktól, az ambíciójukból, a lelkesedésükből, a hangjukból, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek. És hát remélem, hogy én is tudok nekik adni valamit, de önző módon nagyon, nagyon élvezem azt, hogy kapok tőlük sok-sok minden szépséget, tehetséget. A Gemenc hangja fődíj nyertesének listája megtalálható a Babits Mihály Kulturális Központ Facebook oldalán. A Gemenc hangverseny jövőre újra visszatér. Mit ér egy hang, mit nem kap szárnyra szép?